A Varga család nyugodt és kiegyensúlyozott élete egyik napról a másikra a feje tetejére állt. Korábban nem hittem a szellemekben, a gonosz entitásokban, amit azonban átéltünk, az teljesen megváltoztatta a világnézetemet. Ismerjétek meg a Varga ház rém történetét. A szemtanúk arca és hangja mindvégig rejtem marad. Valkáik egy csendes kertvárosi környéken nevelték két gyermeküket, Dórit és Ádámot. Ismerőseik mintacsaládként tartották számon őket. János és Éva házassága harmonikus volt, a gyerekek jól tanultak, és sok más kortársuktól eltérően nem volt velük semmiféle probléma. Mindig is nagyon hálás voltam, hogy ennyire boldog életünk van. Azonban ennek egyik napról a másikra vége szakadt. Dóri 16. születésnapját követő éjjel a szülők a lány sikoltozására ébredtek. És szaladtak azonnal a szobájába. Dóri rémülten egyre csak azt ismételgette, hogy egy ány volt a szobájában. Éva megnyugtatta a lányát, hogy biztosan csak rosszat álmodott. A biztonság kedvéért átnéztük a helységet, de senki sem volt ott. Dóri viselkedése viszont innentől kezdve gyökeresen megváltozott. Folyamatosan feszült volt, az iskolában hirtelen leromlott a teljesítménye, és mindenkivel csak vitatkozott. Emellett gyakran panaszkodott arra, hogy van valami gonosz a szobájában, de hogy mi, azt nem tudta megmondani. Fájt, hogy a szüleim nem hittek nekem, és mindig csak azt mondogatták, hogy bebeszélem magamnak, pedig valami nagyon nem volt rendben otthon. Nem sokkal később Dóri öccse, Ádám is arra kezdett panaszkodni, hogy fél. Úgy érezte, hogy éjjelente valami figyeli őt. A nővérihez hasonlóan ő is ingerlékenyé vált, és folyamatosan csak vitatkozott a szüleivel. Megrémültem, hogy mi történik velünk. Mi történt hirtelen a gyerekeimmel. Valamiért átugrott hozzájuk egy családi barát, Szilvi, aki az ajtón belépve rögtön feszengeni kezdett. El is mondta Évának, hogy szerinte van valamilyen rossz energia a házban. Véleménye szerint ez a valami állhat összefüggésben a gyerekek hirtelen megváltozott viselkedésével. Meg is adta egy szellemvadász ismerősének, Lénának a telefonszámát. Szkeptikus voltam a neme világi dolgokkal kapcsolatban, de az elmúlt időszakban történt negatív események miatt úgy éreztem, hogy adok neki egy esélyt. Léna néhány napon belül el is ment a Varga családhoz. Az ajtón belépve azonnal éreztem, hogy ebben a házban valami nincs rendben. Valamilyen gonosz energia volt jelen. A nő elkezdte körbejárni a házat, és szinte azonnal Dóri szobájába ment. Ott érezte leginkább a sötét energiát. Rövid nézelődést követően egy kis buddha szobron állapodott meg Léna tekintete. A szobor felől intenzív, negatív erőt éreztem. Megfogtam, de rögtön el is ejtettem. Olyan volt, mintha megégette volna a kezemet. Azonnal tudtam, hogy ebből a tárgyból származik minden rossz, ami Vargáékkal történt. Dóri elmondta, hogy a buddha szobrot nemrég az egyik barátnőjétől, Mónitól kapta a 16. születésnapjára. Mindenkinek összeállt a kép, hiszen közvetlenül azután kezdte érezni a lány a gonosz jelenlétét. Dóri azonnal fel is hívta a barátnőjét, aki rémülten elmesélte, hogy egy ócska piacon járva látta meg az ominózus buddha szobrot, és úgy érezte, hogy tökéletes születésnapi ajándék lenne. Egy kissé ijesztő, idős, fejkendős nőtől vásárolta meg, akit korábban még sohasem látott a piacon. Léna javaslatára Vargáik azonnal megszabadultak a szobortól. Tudták, hogy másnap reggel viszik el a szemetet, így az út szélére kitett szemetesbe dobták. A ház légköre szinte rögtön kellemesebb lett. Mindenki érezte, hogy ismét visszakapják a régi, nyugodt életüket. Megkönnyebbültem, és láttam, hogy a gyermekeim hangulata is azonnal megváltozott. Újra a régi, életvidám kamaszok lettek. Másnap reggel a Varga házaspár megnyugodva néztem, amint a kukatartalma a szemétszállító autóba került. Tudták, hogy a szeméttelepen már sem rájuk, sem másra nem hozhat átkot a buddha szobor. Éjjel Vargáik nem látták, amint a sötétség leple alatt egy görnyet, kendős idős nő a szemetesükhöz megy, felnyitja a tetőt,
kiveszi a Buddha szobrot és elsétel vele. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha van valami gondolatotok a történettel kapcsolatban, akkor írjátok meg kommentben és iratkozzatok fel a csatornámra.